Ünnepélyes keretek között adták át a Gregor József Általános Iskolának az akkreditált kiváló tehetségpont címet, amelyet azok a tanintézmények érdemelhetnek ki, melyek kiemelkedő munkát végeznek a tehetséges gyermekek gondozásában. A cím elnyerése tárgyi támogatással is járt, melyet az iskolában működő szakkörök számára biztosítanak. Az eseményen beszédet mondott Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ intézményvezetője, Márton Katalin, a Nemzedékek Egymásért Egyesület elnöke, valamint Bella Tibor igazgató. Bizonyára érzitek, hogy nem mindennapi esemény történik most. Bizonyára sejtitek, hogy olyan dologról lesz szó, ami titeket érint. Bella Tibor igazgató nyitóbeszédében megköszönte az intézményüknek ítélt elismerést, illetve elmagyarázta az ünnepségen résztvevő gyerekeknek, hogy miért és milyen címet nyert el általános iskolájuk. Az elmúlt időszakban olyan kiválóan dolgoztak veletek a kollégáim, hogy egy nagyon-nagyon megtisztelő címet nyertünk el. Ez a megtisztelő cím pedig nem más, mint hogy akkreditáltattuk az eddigi tevékenységet, és kiváló tehetségponttá lettünk, amelyet most kaptunk meg. Nagy tapsot! Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ intézményvezetője, a kiváló tehetségponttá vált Gregor József Általános Iskola ünnepségén a Tankerületi Központ működéséről beszélt, valamint kiemelte az iskola pedagógusainak odafigyelő munkáját, mely nagyban elősegítette a cím elnyerését. A gyerekekhez szólva pedig a rájuk a jövőben váró problémák megoldásáról is szót ejtett. Nagyon sok rendezvényen vagyok ott, ahol ti felléptek, énekeltek, táncoltok, bemutatjátok a ti tudásotokat. És nyilván ezért éveken keresztül nagyon sokat kellett tenni a pedagógus kollégáknak, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a kollégák elhivatottak. Nektek a jövőben nagyon nagy feladataitok majd lesznek, mikor felnőttök. Ti lesztek azok, akiknek számos problémát meg kell oldani. Ezért kell sokat tanulnotok. Nagy-nagy kérdések lesznek, és ezért is mondjuk, hogy innováció terén is élen kell járnatok. Ez egy nagyon furcsa idegen szó lehet. Az innováció az a megújulást, az új dolgok kitalálását jelenti. És mire ti felnőtök, nektek nagyon sok új dolgot kell majd kitalálni, hogy az élet, a társadalom az hogy működjön tovább. Dunai Mónika országgyűlési képviselő szintén köszönetét fejezte ki az iskola tanárai és diákjai felé, méltányolva együttműködésüket, ami hatékonnyá teszi a kiemelkedő képességek gondozását, és országos, megyei, illetve fővárosi versenyekre juttatja el a gyerekeket. A Gregor iskola magas képzési színvonaláról, illetve a tehetség sokoldalúságáról beszélt a gyerekeknek. Most, hogy megkaptátok, kiérdemeltétek ezt a kitüntető címet, most meg aztán főleg rang Gregorosnak lenni. Amikor kerületi versenyeken vagytok, vagy budapesti országos versenyen, akkor nem kell azon szégyenkezni, hogy ti Budapest 17. kerületéből, nem a belvárosból, nem egy budai Rózsadombról jöttetek. Igenis legyetek arra büszkék, hogy innen Rákosligetről, a Gregor iskolából juttok el bárhova, bármilyen versenyben. És amikor tehetségekről beszélünk, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy tudjuk jól, hogy tehetséges valaki mondjuk zenében, tehetséges valaki matematikában. Nagyon sokféle tehetség létezik. Higgyétek el, hogy nincs itt most az aulában és az egész iskolában olyan diák, akinek valamilyen tehetsége valamihez ne lenne. Az esemény folytatásában Dunai Mónika és Márton Katalin, a Nemzedékek Egymásért Egyesület elnöke, közösen adták át a tárgyi támogatásokat az iskola rajz, népzene, matematika, robotika és musical szakköreinek eredményes tanulói és oktatói számára. Szólítom Báboksik Eszter, harmadik A-osztályos tanulót. Ezt követően az iskola diákjai műsorukban népdalokat, musical részleteket, valamint magyar és német nyelvű szavalatokat adtak elő.